szeretnénk több olyan információt megosztani önökkel, a nyilvánossággal, amelyek azt gondolom, hogy nagyban befolyásolják a klub elkövetkezendő időszakának működését. Újabb három szezonon keresztül irányítja a csapatot Ámbros Mártin, a győri Audiétó KC sikeredzője. Nagyon hamar sikerült megegyezni a hosszabbításról, árult el a sajtótájékoztatón Kelecsényi Ernő klub elnöke. A vezető úgy fogalmazott, az eredmények önmagukért beszélnek, Ámbros személyisége, szakmai tudása pedig bizonyíték arra, hogy jó döntést hoztak. The same, nothing changed. Nothing changed for us. Ugyanazok a céljaink, nem változott semmi, voltak problémáink, de nem aggódtunk. Az új játékosok pedig már itt vannak, hogy segítsenek. Persze idén sokkal nehezebb lesz elérni a kitűzött céljainkat, de készen állunk arra, hogy átugorjuk ezeket a magas akadályokat is. Jó napot kívánok mindenkinek! Orbán Adrián pótlására érkezett a csapathoz a cseh Janák Nedlikova. A jobb szélső eddig a fiúk csapatnál Mosonmagyaróváron játszott, ahol a csapat egyik kulcsembere volt. A játékos egyelőre fél évre kölcsönbe érkezett Győrbe. Nem volt egyszerű megismerkedni a lányokkal, mert amikor ide kerültem, sokan pont elmentek az Európa-bajnokságra. Azok viszont, akik itt maradtak, nagyon kedvesen fogadtak. A többiekkel pedig ezen a héten tudtam találkozni. Szerencsém van, hiszen nagyon sokat segít mindenki, hogy sikerüljön beilleszkedni. A másik nagy érvágás a csapatnak, hogy a védekezésben és a támadásban is vezéregyéniség, Eduard Amorim is sérülést szenvedett. Ezt a problémát a fiatal, mindössze 20 éves, Tamires Morénának kell majd megoldania. Igaz, tudják, hogy ehhez időre van szükség. Ám vele hosszabb távon is tervez a klub, hiszen 3,5 éves szerződést írtak alá. Először is a hideg a legnagyobb kihívás számomra. Nagyon furcsa, hiszen nálunk ilyen nincs. Illetve, hogy be tudjak illeszkedni a magyar nyelv ismerete nélkül egy új közegbe. Az angol tudásomat próbálom majd felturbózni, azért még mindig meg kell magam nyugtatnom, hogy a nyelv hiánya nem akkora probléma, fontosabb a közös cél. A győri lányok szombaton folytatják a bajnoki menetelésüket, amikor is az MTK-t fogadják hazai pályán.